Részvételi színházi előadással érkezik Kolozsvárra a Stereo Act kortárs színházi alkotócsoport a Zimmer Theater Tübingen magyar nyelvű vendégelőadásával. A European Freaks, üzenjünk Brüsszelnek című produkció a Kolozsvári Állami Magyar Színházban látható február 19-én, a színpadra viteléhez pedig civil jelentkezőket keresnek. Hogy milyen feladatra, elmondja nekünk Vajna Noémi dramaturga, a Kolozsvári Állami Magyar Színház munkatársa. Szervusz, Noémi! Szia, Nikő! Köszöntöm a kedves nézőket is! Ez még tart ez a felhívás, melyben civileket toboroznak. Egy elég ritka jelenség nálunk, és talán még Magyarországon is ez a részvételi színház. Ugyanis itt nem egy ilyen interakcióról van szó, ahol esetleg a közönséget is megkérdezik, akik ott ülnek kényelmesen a székükben, hanem egy konkrét fókuszcsoportról van szó, ahova 5 civilt válogatnak be a helyi közösségből, jelenleg így Kolozsvárról, és velük egy rövid workshop előzi meg ezt az előadást, egy pár órás workshop 18-án, és akkor utána ezek a nézők bekerülnek az előadásba, tehát színpadra kerülnek. Tehát konkrétan részt vesznek az előadásban. Igen. Tehát ez sokkal több, mint egy interaktív színház, az elején arra gondoltam volna. Ennek milyen gyakorlata van? Mondod, hogy még Magyarországon sem annyira népszerű? Nem annyira. Egyre inkább feljövőben van ez a trend, mint a több fajta új dramaturgiai forma. Nálunk nem nagyon tudok róla példákat, és a társulat maga is elmondja, hogy úgy érzik, hogy nincsen konkurenciájuk Magyarországon, vagy legalábbis Budapesten ebben a formában, és viszont ők nagyon nagy előszeretettel használják ezt a típusú megközelítést. Jó, egy kicsit az előadásról, magáról, van neki egy témája. Igen, a címe az a European Freaks, és a Freaks itt arra utal egy olyan emberre, aki valamilyen szinten megszállottja az Európai Uniónak, mondjuk, mert hogy ők ezt boncolgatják, vagy ezt próbálják, kevésbé, bár elég politikainak hangzik a cím, mégis azt mondják, hogy nem annyira a politikai perspektíva érdekli őket, hanem inkább az, hogy hogyan vesz részt egy közösség abban, hogy ő közösségé váljon, vagy tartozzon valahová, és hogy ez az Európai Unió, melyben mindannyian élünk, ez ma mi, és mi a jelentése, milyen jelentéshordozása van, újra kell esetleg brandingelni ezt az Európai Uniót, és hogyha igen, akkor hogyan, milyen irányba lehetne elmozdítani, és tulajdonképpen a fókuszcsoport az pont ezt határozza meg, és így az előadás az minden alkalommal egy kicsit más, mert hogy azon is alapszik, hogy az az 5 ember, aki benne van a fókuszcsoportban, hogyan szavaz, milyen élményeket mesél, milyen álmokat tud elmondani, és akkor ehhez alakítják. Tehát a saját gondolatvilága is bekerül az előadásba. Igen. Ezt hangsúlyozzák, hogy ők nem kiképzik valamire a nézőket, akik részt vesznek az előadásban, hogy mit kellene mondaniuk, hanem tényleg ők saját maguk és a saját véleményüket képviselik ebben a... Olyan, mint egy ilyen társasjáték tulajdonképpen, egy ilyen interaktív activity akár. Mit kell tudni erről a projektről, amelynek része ez az előadás? Igen, ez a tavaly lett bemutatva, először Németországban, Tübingenben, ugyanis ez egy koprodukció. A dramaturg az egy közös ismerős volt a tübingeni társulat, illetve a Stereo Act közt, és így született meg az igény arra, hogy készítsenek egy közös előadást, akkor még nem tudták, hogy mit, és akkor lassan kialakult ez az ötlet, hogy érdekes lenne ezzel az Európai Unió kérdéssel foglalkozni. Így az előadás elsősorban Németországban, német lakosok bevonásával született meg, és azóta már turnéztak Londonban, ott is bemutatták egy fesztiválon az előadást, és Magyarországon szintén egy fesztiválon mutatták be, majd a Trafóban volt a hivatalos bemutatója, és említetted, hogy magyar nyelvű, azt kell még tudni az előadásról, hogy bizonyos körülményekben angolul is játsszák, tehát Londonban például angolul játsszák az előadást. Nagyon érdekes, és mindig más-más, és akkor végül is ez képet ad arról, hogy ebben az esetben a kolozsváriak, vagy a kolozsváriak közül néhányan mit gondolnak. Igen, az pontosan. Európai Unióról. És ezt ők így elmesélik, hogy nagyon érdekes az, hogy különböző közösségekben, például egy magyarországi vidéki közösség mennyire mer mondjuk a saját gondolatairól beszélni, vagy hogyan állunk ki azért, amit gondolunk, legyen az politika, legyen az bármiről a véleményünk. És azt mondják, hogy a pestiek, talán a pesti közönség az egy picit bátrabb volt, vagy így jobban beledobta magát, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Kolozsváron mi lesz. Még én is kedvet kaptam, hogy akár jelentkezzek. Van valamilyen feltétel, vagy esetleg? Nincsen semmilyen feltétel. Megkötés? Érdeklődnöd kell valamennyire, vagy érdekelnie kell esetleg az az európai téma. Nem számít egyáltalán, és fent van a honlapon, még mindig lehet jelentkezni, tehát még nyitva van. Már van egy jó pár jelentkező, úgyhogy azt hiszem, hogy még két hely van. Értem. És akkor még a következő napokban.
igen, igen, igen. Aki akar. Néhány szót esetleg erről a társulatról, aki Budapestről jön. Tudsz-e valamit mondani? Hát ők egy elég fiatal társulat, és egy nagyon progresszív színházként beszélnek róluk, és egy dramaturg rendező rendezi az előadásnak, és ő a vezetője is, és ebben az előadásban is dolgoznak németországi alkotókkal is, van egy lengyel származású színésznő a társulatnál, szóval elég ötvözik így a kultúrákat is, és azt mondják, hogy mindegyik előadásukban arra törekednek, hogy egy picit megmozgassák azokat a témákat, amik tényleg aktuálisak, amelyek érintenek bennünket, és ezekről tegyenek fel kérdéseket. Amúgy nem biztos, hogy a kolozsvári nézők nem hallottak már róluk, ugyanis a tavaly voltak novemberben a Zugzonban lehetett látni két előadásukkal. Itt vendég szerepeltek. Van, aki számára ismerős. Igen. Hát nagyon érdekesnek ígérkezik, és biztos, hogy nagyon sokat függ attól, hogy mennyire adják bele magukat azok, akik majd jelentkeznek erre a próbára. Tehát előbb workshop lesz, ez az ilyen napi szintű találkozó? Hát nem, ez egy 3 órás workshop, ahol vannak ezek a különböző játékok, és ami nagyon érdekes, hogy az előadásnak amellett, hogy van ez a fókuszcsoport, aki egyszer csak megjelenik a színpadon, és akkor velük van egy ilyen interakció, egy hosszabb jelenet. Ezen kívül az animáció, illetve a vizuális rétege az előadásnak az is azonnal is spontán történik, és ott van egy animátor a színpadon, aki mondjuk van az álomjelenet, ahol nem akarok túl sokat elárulni az előadásból, de mondjuk valamit mesélsz az életedből, és akkor ő azonnal egy grafikát készít, és az ki van vetítve, úgyhogy nagyon interaktív és erős vizuális háttere van, ami viszont ott történik, ott készül a színpadon. Ez egy nagy színpadi előadás? Ez? Nem, ez egy stúdió előadás. Hogy igyekezni kell beférni. Igen, igen. Még egy gondolatot erről a részvételi színházi produkcióról, hogy szerinted miért érdemes ebben részt venni? Vagy milyen hozadéka van az alkotók számára, és másrészt ugye a résztvevők számára? Igen. Hát azt gondolom, hogy az alkotók számára ez rendkívül spontánná és igazzá teszi azt, ami a színpadon történik, ugyanis azonnal kell reagálnod arra, ami jön attól az 5 embertől, ami nem egy megírt, előre elkészült forgatókönyv szerint fog viselkedni, vagy feladatokat adni neked. Tehát ez színészként szerintem egy rendkívül izgalmas kihívás, nagyon frissen tart, és a készenléted az azonnali kell legyen. Azon kívül meg a nézők számára, vagy akit egy kicsit vonz, vagy érdekel a színház, szerintem egy rendkívül izgalmas tapasztalat, hiszen nem az van, hogy el kell játszanod valamit, és esetleg lámpalázas vagy, hogy neked az sikerül vagy sem, hanem valóban önmagadat képviselheted, és azt csinálhatsz tulajdonképpen, ami neked éppen kényelmes, vagy ami jól esik. Csak tudjál annyira felszabadulni ott a nézők előtt. Hát Vajna Noémi, köszönöm szépen, hogy eljöttél és mindezeket elmondtad. Azok számára, akik érdeklődnének, akkor kövessék a színháznak a honlapját. Az előadásról meg azt kell tudni, hogy február 19-én, jól mondom, este 8 órától lesz látható a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én.